hivatalosan is mondják. Jobban. Jobban. Anya, akkor te meg tudjátok, hogy nem. Egyike, hogy jött ez létre számotokra, hogy a Horgász Egyesülettel tartatok egy ilyen közös összevont napot? Itza nénével már régóta tartjuk a kapcsolatot, és így jött az az ötlet, hogy a gyermeknappal együtt összekapcsoltuk a falusi EFOT pályázat környezetvédelmi programját a Horgász Egyesületnek ennek a csodaszép rendezvényével, és így kaptuk meg ezt a lehetőséget. Te hogy ítéled meg, milyen volt ez a nap a gyerekek, és persze a ti számotokra is? Nagyon boldogok vagyok, mert szinte az egész iskola képviselteti magát. Valaki az Egyesület színében indult, valaki csak az iskolában, mint érdeklődő próbálta ki ezt a sportot. Nagyon-nagyon boldogok voltak, és nagyon jól éreztük magunkat mindannyian. Hála Isten az idős nektek kedvezett. Nagyon szerencsénk volt. Izgultunk is, hogy milyen lesz a mai időjárás, de szerencsénk volt. Oda néz, ott a hal! Mekkora létszámmal indultatok ezen a versenyen? 28 gyerek indult a versenyen, 10 óvodás volt, 12 alsó tagozatos és 6 felső tagozatos gyerek. Milyen díjakat kaptak a gyerekek? Hát a gyerekek nagyon komoly díjakat kaptak. A MOOC-nál pályáztam a gyereknapi pályázatra. A felső és alsó tagozatosoknál díjazták az első 3 helyezettet, kemény összegű, egy ilyen nagyértékű botokat, orsókat kaptak. Ezen kívül a német önkormányzat támogatásaként kaptak a mindegyik kategóriába, tehát alsós, felsős és óvodás az első 3 helyezett kis kupákat kapott, és a Bálint Horgászból támogatott bennünket az óvodásokat egy ilyen úszós felszerelés, tehát egy ilyen kis létra úszóval, kis horoggal. Ezen kívül támogatott bennünket a Dombi Feri szódával. Nagy segítségemre voltak a titkár és a gazdasági vezetőnk, ők meg megfőzték a paprikás krumplit. Mennyi krumpliból főztetek? 30 kg krumpli volt, 6 kg kolbász, 7 kg kenyér, az majdnem, hogy éppen, hogy elfogyott. És a gyerekek élvezték ezt a napot? Szerintem igen. Hát egy-két gyerek, talán kettő, aki nem fogott, de hát szerintem ott a felszerelése volt a baj, mert valószínűleg nagy horgot tettek rá, holott kértem, hogy pici horgok legyenek. De a lényeg az volt, hogy minél több halat fogjanak. És mennyi volt a legtöbb hal, amit fogott egy-egy gyerek? Hát a felső tagozatosokban az első helyezett 36 darabot fogott. Hogy jött ez az ötlet, hogy az EFOS pályázaton belül a Szekeres Erzsékkel ezt a napot ilyen szépen összehoztátok, megszerveztétek, hogy több rétű volt ez a mai nap? De Erzsike már többször megkeresett, hogy mikor tudnánk összehozni egy olyan időpontot, ami mind a kettőnknek jó, és ez most tényleg úgy sikerült, hogy ez a gyereknappal kapcsolatban is nagyon jól összejött, és ők is, szerintem ők is élvezték meg, most még próbálkoznak itten. Mondtuk, hogy sajnos csak a verseny után tudnak leülni, mert mi is csak két körbe tudtuk megcsinálni a versenyt, mert hát a kicsi a tó, kevés a víz, de egyszer ennyi gyerek nem tud leülni melléje. Az első körben a tízobodás horgászott 1 órát, második körben meg az iskolások horgáztak 2 órát.